A mai videó az ilyen kicsit chillesebb lesz, igazából én sem tudom pontosan, hogy mi lesz benne, ugyanis most 10:30 van, 7-kor keltem, és úgy 8-tól 10-ig minden olyan dolgot, amit laptopon kellett megcsinálni, e-mailezés, adminisztratív dolgok, meg számlák, meg blablabla, azokat mind megcsináltam. Ilyen menstruációs előtti állapotban vagyok már 5 napja. És arra is gondoltam, hogy shoppingolnék is, egy kicsit ilyen őszi hangulatom van már, pedig nagyon meleg van, tehát konkrétan rövid gatya van rajtam, és így fogok elindulni most edzeni. De attól még őszi hangulatom van, és imádom az ősz, a kedvencem. És arra gondoltam, hogy akkor ma, most elmegyek edzeni, bár ez nem volt a tervben, de ilyenkor menstruáció előtti állapotokban 5 percenként változik a véleményem mindenről, meg az egész napomról, vagy hogy mit csináljak, úgyhogy elmegyek edzeni. Boxolni akartam, csak azt el kellett halasztani. Nem miattam, de hogy elhalasztották, mindegy. Tettem elhozni a kamerámat, hát minek egy vlog kamera, amikor vlogolok. Már a 3/4-ében tartok az edzésemnek, és most még nyújtózok egy kicsit, meg utána hasazok, és utána hazamegyek főzni, és utána jöhet a kis shopping, amit így elterveztem már. Egyébként még nagyon sok mindenem van, még egy programot is össze kell állítanom az AV workout-tal kapcsolatban. Úgyhogy remélem, hogy mindent sikerül megcsinálnom. Hazaértem az edzésből. Után 4 óra van, és úgy 2-re értem haza, egyből főztem, mert éhen haltam. Most megcsinálom a kedvenc, hát igazából ez nem is snack, de mondhatjuk snacknek. Ez ilyen otthoni proteines fagyi. Mutatom nektek, hogy készítem. Imádom, tényleg imádom. Minden egyes nap ezt akarom enni, és ezt is eszem minden egyes nap délután, mert én ilyen megszokás hívő vagyok. Ha valami tetszik, akkor én azt fogom enni. Különböző ízekbe, variációk. Gyorsan megmutatom, hogy mi fog kelleni ehhez az egészhez. Én mindig növényi tejeket használok, ez most sem lesz másképp, most kókuszosat fogok, vagy nem, ezt a vaníliásat. Ami a kulcsfontosság ennek az egész smoothie-tálnak, vagy fagyitálnak, a Flame Drops My Protein-től. Hát nekem itt olyan sok van, hogy nem emelem ki, majd megmutatom, hogy én a hűtőbe tárolom, nem tudom, mert valaki kérdezte, hogy ezt ott kell tárolni. Igazából nem, csak én oda teszem be. Szóval nekem a kókuszos Flame Drops a kedvencem, de van itt vagy 15. Az összeset használom, sütik-grang mindenhova, de ebbe a smoothie-tálba én legszívesebben a kókuszosat használom, és sőt, jaj! Ami még fontos, tehát mondtam, hogy ebben lesz protein, rizs protein. És itt meg is szeretném említeni, hogy hétfőn, azaz 21-én 41%-os akciót indítok a MyProtein oldalára, mindent, tehát ruházatot, mindent meg fogtok tudni vásárolni 41%-kal, úgyhogy leteszek egy linket az infoboxba, és azon keresztül fogtok tudni hétfőn, 21-én vásárolni 41%-kal olcsóban. Úgyhogy ruhák, táplálékkiegészítők, vitaminok, a kedvenc csokiaim, mármint hogy kedvenc protein csokim, ez a vegán, ez múlt héten érkezett, szerintem volt már olyan nap is a héten, hogy kettőt ettem meg egy nap, mert menstruáció előtt vagyok, és nem tudom, imádom, ez a kedvencem, azt kóstoljátok meg, ez a sea salt chocolate. Úgyhogy ezek fognak kelleni, és persze nyilván fagyasztott gyümölcs, ki mit szeret, fagyasztott banán is mehet, különféle más gyümölcsökkel, nem csak banánt ajánlok ilyenkor, mert én például ki is hagyom a banánt, nekem mindig megy és áfonyából készül. Most sem lesz másképp! Kelleni fog az egy mixer, ez elég erős mixer. Egyébként az áfonyában van a legkevesebb kalória, úgyhogy én abból szoktam több tenni. Már délután gyümölcsös cuccokra esik a választásom, akkor legalább okosan.
egy nagyon-nagyon picit növényi tejet teszek bele, de csak azért, hogy jobban tudjam keverni. Vagyis nem én, hanem a gép. Teszek bele mondjuk, nem is tudom, egy evőkanálnyi proteint. És ebből a kókuszos flakedropból kettő pipettányit szoktam beletenni. Most jön az a rész, amit a szomszédok utálhatnak, de én imádok. Na és ennek ilyen fagyi állagúnak kellene lennie. Aztán beleteszem ebbe a tálacskába, amit mindig kérdeztek, hogy ez a kókusztál honnan van. Ez a Rossi oldaláról van. Úgyhogy ezt most belepakolom, és mutatom, hogy még mi kerül rá. Nézd ki a kis tálam, ugye tettem rá cukormentes granolát, az egyik kedvencem, és a cukormentes karamellás szirupot is a MyProtein-től. Ez az, amit imádok. Annyival finomabb ezzel a Flake Drops-szal, a kókuszossal, bár biztos az összes többivel amúgy van cseresznyés és Flake Drops-om is, de még nem is próbáltam ki ezzel. Annyira imádom a kókuszosnak az ízét. Ide jutottam ahhoz, hogy ezt a mondatot kimondjam, meg vagyok a shopping részsel is. Beszereztem pár olyan őszi ruhadrabot, amit megmutatok nektek, mert úgyis mindig kérdezitek meg. Tényleg szerintem tök jó ötlet, hogy ezt most így rögtön megmutatom, mert még kapható a boltokban, mert most vettem én is egy-két nappal ezelőtt. Egyébként mielőtt rátérek a ruhákra, vettem a NYX-ben is dolgokat, meg a DM-ben sampont, amit meg akarok majd mutatni. Nem azért, mert hogy megpróbáltam volna, csak mert újdonságnak tartottam. Bemenni lányként egy ilyen NYX vagy Douglas vagy bármilyen olyan boltba, ahol tudjátok, hogy ki tudnak titeket szolgálni, és rávenni erre, arra. Mert konkrétan az történt, hogy egy darab szájceruzáért mentem be, és nem egy halál, hogy három dologgal jöttem ki, de szóval a NYX-ben megvettem a kedvenc ajak ceruzámat, amit most is láthatok rajta. Ez a Natural árnyalat, a top kedvencem, mindig ez van az ajkaimon, hogyha valaki rákérdez, mi van az ajkamon, akkor 99,9%-ban ez most is, és ha bár van a NYX-től egy csomó ajakceruzám, ez tetszik a legjobban legalábbis magamon. Igazából ez volt az, amiről pluszban rá beszélt az eladó. Ugye tudjátok, hogy én anno a NYX versenyben elég messzre jutottam, és nagyon sok NYX dolgom van azóta. Ezt a Soft Matte Lip Cream-t, ezt sokszor használtam más árnyalatokban, viszont most ezt a London árnyalatot, amit még kisebb bontottam, de ott ugye megnézegettem a készfolyamán, szerintem fog passzolni, főleg a ceruzához is. Ilyen kis barnás árnyalat, majd biztos fogjátok látni képeken, vagy majd Insta story-ba, vagy valahol. Láttam a DM-ben ugyanis, ezt akartam mondani, hogy a hajam, ugye nekem most vágva is lett a hajamból, illetve nem is a szőkébe mentünk, hanem kicsit barnásabb, inkább szőkés barna így fogalmaznék, mert úgyis ki fog mosódni a szín. A lényeg, hogy vágattam is belőle, sokkal-sokkal rövidebb, most meg aztán pláne, hogy göndör is, mert hogy nem vasaltam ki. Azt vettem észre, hogy most az egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy gyenge vagy gyengébb a hajam a kelleténél, és ez nem tetszik, hát kinek tetszene lányként, és nem tudom, hogy azért, mert ősz van, még hullik is jobban, mint amúgy. Szóval bementem a DM-be, és igazából ez egy újdonságnak számít nálam, mert soha nem láttam pontosan arra van, amit, tehát ez egy hajulás elleni sampon. Igazából nem mindig hiszek a ilyen samponoknak, tehát nem tudom, igazából szkeptikus vagyok, ugye. Taurin, ebben van taurin, tudjátok, azt az energiaitalokba szokták tenni. De lényeg, hogy van benne biotin, az pedig ugye megerősíti a hajat, megtölti erővel, bla bla bla. Illetve hát azért vettem meg, mert direkt ilyen hajhullás elleni sampon. Nem gondoltam volna, hogy én egyszer valaha ilyenhez nyúlok, de hogyha például be fog válni így ősszel, amikor igazából tényleg a lányoknak sokkal jobban hullik a haja, akkor majd biztos, hogy megmondom, hogy bevált, vagy nem. Ennek csak a samponját vettem meg, illetve ehhez vettem egy sampont és kondicionált. Ez pedig egy ilyen kollagén
sampon és kollagén hajbalzsam, vékony szálú hajra. Én nem mondanám, hogy nekem annyira vékony szálú a hajam, de most szegény, egy kicsit ramaty állapotban van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezek jók lesznek, esetleg majd nem tudom, Instagramon megkérdezhetek, hogy bevált, vagy nem, most elkezdem használgatni, és meglátjuk. Vettem még egy nem arcmaszkot, hanem csak szem alatti területre való maszkot. Ebben meg aztán végképp nem hiszek, ezt már csak azért vettem meg, mert tudjátok, hogy nem hisztek valamiben, de megveszitek, mert miért ne. Jó, mindegy. Rendemben vettem egy fehér, meg egy fekete garbós pulcsit, ami nem vastag pulcsi abszolút, de én nagyon-nagyon szeretem ezeket. Én X-es méretbe vettem meg mindkettőt. Én nem régen nem szerettem a garbókat, körülbelül 2016-17 óta, meg valahogy így minden egyes őszi szezonban veszek újat, és imádom, tehát hogy nem tudom megunni. Ja, és ami rajtam van, ez egy zarás kabátka. Nincs ilyen kabátom, de pont ezért vettem meg, mert mondom, tetszett is, meg nem is. Volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy túl pufi, túl nagy, és illetve ami fontos, a Zarában vettem még egy gatyát, ami konstans kérdés, de tényleg bármikor teszek ki Insta sztorit, mindig mindenki rá kap erre a gatyára, mert ez a gatya nekem nagyon sok színben volt, és van is meg, azért mondom, hogy volt, mert ugye én november környékén kezdtem tavaly venni ezeket a gatyákat a Zarában, és akkor 56 kiló voltam, most meg 49. Szóval értető módon, mert nem jók rám ezek a gatyák, mert lecsúsztak rólam, de hogy onnantól számítva mindig mindenki kérdezte, hogy honnan vannak ezek a szuper gatyáim. Ez pedig ez a kicsit ilyen budgyos gatya. Mindig van ilyen gatya a Zarában, csak mindig mondjuk más színű, vagy kicsit más árnyalat, úgyhogy ezért tök jó. Most a szürke meg a fekete az fixen ott van, mert a szürkét is nemrég vettem, ezt a feketét meg most. És mindjárt meg is mutatom, hogy néz ki rajta. Nagyon szerettem volna egy ilyen, tudjátok, ilyen hatalmas ing ruhát, de ezt már egy-két videóval ezelőtt egy shopping vlogban is, a Zarában próbálgattam ezt a bizonyos ing ruhát, ami túl átlátszó volt, az volt a bajom vele, de megint már azóta 50 000-szer újra próbáltam, és most is. Megláttam ezt, ami szintén egy ing ruha, ez egy vastag téli anyagú ing ruhának felel meg, abszolút nem átlátszó, szóval nem kell úgy aláöltözni, ahogy ahhoz kell ez volna, amit mutattam az előző shopping vlogban. Nyilván ilyen nagyon szűk gatyákkal, meg csizmával, bakancsal szeretném hordani. Meg is mutatom, hogy álmodtam ezt meg, ugyanis vettem hozzá még egy ilyen Bershkában, ez most már a Bershka, ilyen, tudjátok, ez a tipikus az a darab, amit minden évben újra kell venni, mert ez szezon bír ki, aztán annyi, ez az anyag, ez többet nem bír, de nem is olyan drágák ezek a dolgok, azt hiszem, hogy ez 4000 forint volt, és nem is szeretem az ilyen leggingseket, tehát én csak akkor veszem fel, hogyha például egy ilyen hosszú inget tudom hordani, vagy valami hosszított felsővel. Na, szóval ilyen ez a gatya, ettől nincsen kényelmesebb gatya, én ezeket nagyon-nagyon ajánlom, és tényleg bármikor veszem fel, mindig jön egy kérdés, hogy honnan is van. És nézzétek, ezt a kabátot, ugye ez az, amiről beszéltem, mert hát nem azt mondom, hogy ez inkább ilyen divat farmer kabát, mert hogy sokat, hát mondjuk, hogyha aláöltözök, akkor nyilván véd, de alá kell majd rendesen öltözni, most meg így, még ehhez a szerthez is elég jól néz ki. Egész budgyosba vagyok, én nagyon szeretek ilyen budgyos ruhákban járni. És akkor itt lenne ez az ing ruha, amiről meséltem, ugye most például nincs alatta semmi, szóval abszolút nem átlátszó. Körülbelül így eddig ér. Hozzávettem már ezt a kis bőrhatású leggingset. Tehát a leggings az amúgy ilyen, önmagában mondom, hogy így nem nagyon hordanám, és ugye én ezzel a bakancsommal fogom hordani, ezt még tavaly vettem a Stradiban, Stradivariusban, de fogok még hasonlókat venni, imádom a bakancsokat, én teljes bakancsmániába szenvedek. Ilyen laza outfitekben élek, nagyon-nagyon szeretem. Nyilván, hogyha még majd fogok vásárolni, és tetszett ez, hogy így megmutatom, hogy
mit, hol veszek, és hogy lássátok, és hogyha szeretnétek, akkor be tudjátok szerezni. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Bármilyen kérdés, óhaj, sohaj, panasz, tegyétek fel kommentben, válaszolok. Legközelebb találkozunk, sziasztok!